Az utazáson következő megállója nem más, mint a Shogun Park. Shogun 1919-ben acélkohóként kezdte meg a működését, amely ez egészen 2005-ig folytatódott, amikor is az acélkohót áthelyezték Hubei tartományba. A mögöttem található Big L rámpa volt az, ahol a 2022-es pekingi téli olimpiai játékok síakrobatika és hódeszka versenyszámait tartották. 2022-ben Ellen Gu itt szerezte meg a szabad síelésben az első aranyat Kínának. A mögöttem található épület pedig nem más, mint a Shogun Parknak a Shangri-La hotele. Ez a hotel kicsit különbözik a szállodalánc többi épületétől, ugyanis ez egy erőműből került kialakításra. A hotel belsejében az erőmű több részét is felhasználták. Az épületben sétálva úgy érezhetjük magunkat, mintha egy erdőben lennék, ugyanis tele van zöld növényzettel. A park egyik fő különlegessége, hogy itt sétálva megcsodálhatjuk a pohókat, kéményeket és hűtőtornyokat, amelyeket egykor az acélgyártáshoz használtak. Az út, amelyen most sétálok, az egykoron a Tealó ősi útvonalnak a része volt. Ezen az úton teveháton szállítottak különböző cikkeket a fővárosba, az ország különböző részeibe és külföldre is. A Morsikó sétáló utca kínai szó szerinti jelentése nem más, mint minden falu számára mintául szolgáló modell. A hely egykoron egy nagyon fontos kereskedelmi útvonal része volt, mely összekötetést biztosított a főváros és más országok között. Mára ez a több száz éves történelmi múlttal büszkekedő sétáló utca egy lakónegyeddé vált. Az utóbbi néhány évben egy kisebb átalakítást követően pedig Peking egyik leglátogatottabb kirándulóhelyévé nőtte ki magát. Mind a helyiek, de a turisták egyaránt szívesen keresik fel ezt a helyet. A sétáló utca a legmeghatározóbb elemei közé tartoznak a teveszobrok, mert a Tealó ősi útvonal részeként ez vált a hely fő szimbólumává. Ha jobban megfigyeljük a teveszobrok mellett, több macskás művészeti alkotásra is találkozhatunk. A sétáló utca mellett található régi lakóházakat boltokká alakították át, ahol különböző helyi finomságokat kóstolhatunk meg. A felújításokat követően az egykori ősi terelő útvonal újra megtelt élettel, új lendületet adva ezzel a helynek.